A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nemrégiben rendezte meg a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 10. szakdolgozói tudományos kongresszusát, és ezen a kongresszuson a hagyományokhoz hülyen átadták a MESZK szakmai díjat, illetve egyéb díjakat is, és ezt ebben az esztendőben Nyakas Eszter, a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház ápolási igazgatója is átvette. Gratulálok Önnek! Nagyon szépen köszönöm! És köszönöm, hogy megtisztelt, és engedje meg, hogy ezt... Nagyon köszönöm, igazán kedves! No, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen minden elismerés megerősítést jelent. Bár azt is tudjuk, hogy napról napra megtörténik ez a betegek, a távozó betegek részéről, és ez biztos, hogy örömmel tölt el minden szakápolót, mindenkit. Annál is inkább, hiszen most is nemrégiben aranylámpás díjat vehetett át, egyébként az pedig dr. Anda Völgyinél Tóth Márta a szakdolgozói napon, hiszen soha nem volt nagyobb szükség önökre, mint mostanság. Viszont egy ilyen szakmai pályafutás, mint az öné, azt hiszem, hogy példa. Ön nem csak példa, hanem példakép is. És mivel egy ős székesfehérvári hölgyről van szó, akkor egy kicsit mélyüljünk el a múltban, és menjünk el a Május 1 térre, hiszen az általános iskolát ott végezte. Mennyire fontos egy kislánynak, hogy olyan körülmények között nőhet fel, ami aztán később előbbre viszi? Önnél hogy történt? Hát ez rendkívül fontos, én azt gondolom, én nagyon nagy súlyát tartom annak, hogy az ember hol tanul. Mert ahol jót tanul, jó tanárok veszik körül, azt az egész életében viszi magával. És nekem édesapám is a Május 1 téri általános iskolában tanult, és gondolom, hogy akkor az ő korábbi jó tapasztalatai alapján választották ki nekem és a testvéremnek is ezt az iskolát. Tehát a tradíció kötelez így tulajdonképpen. Igen. És mi vitte az egészségügyi szakközépiskolába, hiszen azért egy fiatal lány előtt számtalan lehetőség van arra, hogy pályát válasszon és jövőképet teremtsen magának. Hát én óvónő is szerettem volna lenni, mert nagyon-nagyon szeretem a gyermekeket, de sajnos volt egy alkalom, amikor a nagymamámat a neurológiai osztályon kezelték a kórházba, és ahogy ültem a folyosón, azt láttam, hogy jönnek-mennek a nővérek, és olyan komoly munkát végeznek, és ott azt gondolom, hogy az volt az első pillanat, amikor az egészségügynek a szele elért engem, és egy kicsit beszívott, és akkor gondoltam azt, hogy én erre fogok tovább tanulni az egészségügy területére. Tehát ez megérintette. Így van. És egyenes útja vezetett? Ugye a rendszerváltás idején történt ez, a Szent György, akkor még úgy hívták, hogy Szent György kórházba. Melyek voltak az első tapasztalatai? Hát amikor én végeztem az egészségügyi szakközépiskolába, akkor nyílt meg a műves állomás, dialízis központ más néven, akkor ez egy teljesen újdonság volt, és én nagyon nagy örömmel töltött el az, hogy oda bejutottam. És egy olyan munkát végezhettem, amit addig a kórházba más ápolók nem végeztek. Együtt kezdtük ezt a munkát kolléganőimmel, és 10 évig ott voltam. Tehát megérintette egy másik világ. Igen. Felnőtt szakápolóként és nefrológiai szakápolóként. De hát nagyon-nagyon komoly munka. Hogyan sikerült ebben elmélyülni? Hát én szerintem a betegeknek a szeretete elsősorban az, ami az embert ösztönzi, az nap mint nap végezze ezt a tevékenységet, és ott főleg nagyon erős kötődés alakult ki egy ápolónő és a beteg között, hiszen a betegek egy héten kétszer vagy háromszor járnak művesek kezelésre, és azt gondolom, hogy ők számítanak ránk, mi meg minden erőnkkel azon vagyunk, hogy segítsük őket. Úgyhogy nagyon szoros kapcsolatok voltak olyan betegek, akiket hosszú éveken keresztül kezeltünk. És voltak sikereink, amikor műves állomás kezelések után ők vesét kaptak,
és ez azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb siker, bár nem közel a mi munkánkhoz kötődött, de a betegeknek a jobbulása. Ugye ez mindenképpen bizalmi kérdés a beteg és az ápoló és az orvos között, illetve az ápoló és az orvos között is. Számtalan nagy lépés volt a pályafutásában, de én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb, amikor először lett főnővér a pszichiátriai osztályon. Ez megint egy olyan szakterület, ami azt hiszem, hogy egészen különleges embert kíván. Ez vonatkozik az orvosra, ápolónőre egyaránt. Ez így van. Tehát a pszichiátrián olyan betegek vannak, akiknek talán ugyanúgy, mint az előző munkaim a műveselmeson, nagyon nagy támasza az ápolónő. Elesett betegek, mentálisan beteg emberek, akik nagyon számítanak a szakdolgozókra nap mint nap. És szinte egy olyan elhivatott csapatba kerültem, több részlege volt a pszichiátriai osztálynak, 125 ágynak lettem egyik pillanatra a másikra a főnővére, de számomra ezek olyan évek voltak, amik maradandóak, és a pályám meghatározóak. És ez rendkívüli felelősséggel jár, valljuk meg. És amikor ezt a felelősséget valaki tudatosan felvállalja, az elindul egy másik úton is. Hiszen most jön egy olyan fejezet, aminek tulajdonképpen nincs vége, ha úgy tetszik, hiszen az első egyetemi tanulmányai Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetemen. És utána folytatjuk ezt, mert már az egyetemeket nehéz lesz felsorolni, de kezdjük ezt. Mi motiválta erre? Hát én, amikor végeztem az egészségügyi szakközépiskolába, akkor nem tanultam tovább. Akkor, tehát ilyen közép szinten tanultam, ugye, ahogy említette, felnőtt szakápolóként. És úgy éreztem, hogy munka mellett érett meg az, hogy diplomát szerezzek, és az egészségügyben diplomás ápoló az a szakvégzettség, amivel azt gondolom, hogy egy széles körű tudást tudunk szerezni. Ezért választottam ezt elsőnek. Milyen tapasztalatokat gyűjtött, mi mindent lehet megtanulni diplomás szakápolóként ezen a képzésen? Hát az alapanatómiai ismeretektől a klinikumokon keresztül szakápolástant és az oktatás is beleértve nagyon széles spektrum, amit tanulunk 4 éven keresztül. Azt gondolom, hogy olyan alapokat ad, amit aztán az ember minden egyes szakterületen tud alkalmazni. Tehát főleg hasznosítható tudásról van szó mindenképpen. Miként azt hiszem, hogy a Szegedi Tudományegyetemre is nem csak a kíváncsiság vezette, hanem nagyon is tudatosan építette fel, hiszen az egészségügyi közgazdász menedzserek, tehát ez a szak egy egészen különleges helyet foglalnak el a kórházakban is. Igen, ez már egy olyan specialitás, ami azt gondolom, hogy inkább a vezetői pozícióhoz köthető. Ezt azért tartottam fontosnak, és máig sem tudom egyébként, hogy tudtam akkor azt megcsinálni, hogy párban. Hogy az egyikből csináltam a diplomámat, államvizsgáztam, a másikban pedig elkezdtem is a közgazdaságtant tanultam, ami azt gondolom, hogy rendkívül nehéz, főleg egy egészségügyben szocializálódott embernek, de fontosnak tartottam, hogy mindig azt gondoltam, hogy az adott pozícióhoz a legjobban szükséges tanulmányokat végezzem el, hogy minél több információt szerezek, és a lehető legjobban tudjam csinálni. Visszatekintve a közgazdász végzettségét hogyan tudta hasznosítani? Tehát ugye ez nem jár kézenfogva az ápolói felsőfokú végzettséggel semmiképpen. Nem, de a munkám során ugye akkor már kiemelt az akkori ápolási igazgató Egyed Imréné, és ápolási főmunkatárs lettem, és akkor már a pályázatírásoktól kezdve számos olyan a finanszírozás, gazdálkodásba is, ami nyilván szorosan köthető az ápoláshoz, ezekben a feladatokban én már részt vettem, és ott jelentősen tudtam ezeket az ismereteket kamatoztatni. És utána még jött Pécs. Tehát igen, menjünk el Pécsre, ott viszont már egyetemi okleveles ápoló, ami én azt gondolom, hogy egy olyan rang, meg a tanultak szerint egy olyan segítség, nem csak a kollégáinak, de önmagának, illetve a betegeknek leginkább, ami példaértékű. Igen, az egyetemre azt gondolom, hogy az ápoló szakmának ez akkoriban ez volt a csúcsa. És
ott leginkább azokat a tudást szereztük meg, akár a népegészségügyön keresztül. Szintén itt említeném az oktatással kapcsolatos tudást, az előadás módokat, olyan szakmának azt a részét is, amit nem közvetlenül mindig a betegágy mellett tudunk hasznosítani, hanem már a tudományos kutatásokban, ezekben mind-mind tudtuk alkalmazni, vagy tudjuk most is alkalmazni, aki ezt elvégezte. Tehát amikor ápolási főmunkatárs lett, azt nyilván össze kellett egyeztetni az egyetemi tanulmányokkal, de mi a főmunkatárs dolga? Tulajdonképpen a minden, hiszen nyilvánvaló figyelemmel kell kísérnie az ápoló kolléganők munkáját, és elmélyülni abban, hogy miként haladnak a dolgok ebben az értelemben. Igen, tehát ezt a főmunkatársi pozíciót, ugye akkori ápolási igazgató hozta létre avval, hogy engem oda hívott. Addig nem volt ilyen pozíció a kórházban. Tehát ez önnek készült. Igen. Igen. Nyilván azért is, hogy tudjam segíteni az ő munkáját, de akkoriban az elektronikus ápolási dokumentációtól kezdve a minőségbiztosítás bevezetésén keresztül mindenben részt vettem. Tehát egy szakmai... Tehát akkor azt tudom mondani, hogy az akkori ápolás tudomány egyet lépett, amit korábban nem végeztünk feladatokat, azokat bevezettük a kórházban. Én azt tapasztaltam önökről, az önök munkáját figyelve, illetve az orvosok munkáját, hogy ez 0-tól 24 óráig tart. De voltak olyan nehéz időszakai, hogy nehéz volt összeegyeztetni az egyetemeket, illetve a munkáját? Hiszen változott a munkaköre is számtalanszor. Igen. Biztos, hogy akkor voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy nehéz a kettőt együtt, de én mindig úgy, tehát visszagondolva nem érzem azt, hogy ez bármilyen nehézségbe ütközött. Nem, azt gondolom, hogy mindig volt bennem annyi energia, kíváncsiság, hogy az ott tanultakat én átvegyem, és a munkába alkalmazzam. Tehát nem éreztem egyiket se, hogy teher lett volna, vagy a család is mindig mellettem állt, támogatott, mind a szüleim, mind azt követően a férjem, gyermekem, hogy semmilyen nehézségét nem éreztem. Tulajdonképpen ezt szerettem volna kérdezni, hogy a család hogy fogadta, hogy folyamatosan vagy dolgozik a feleség, illetve az édesanyja, vagy pedig a kórházban van. Hát én még azt szoktuk mondani, hogy akik a kórházban korábban is vezetők voltak, az előző ápolási igazgatók is, hogyha nincs mellettünk egy olyan férj, egy olyan családi háttér, akkor ezt mi nem tudjuk megcsinálni. Tehát az én férjem is egy olyan ember, akinek a teljes támogatását élvezem már csak nem 20 éve, és mindenben segít. A munkámba is, a nem 8 órás az ápolási igazgatói munka se. Sokszor 10-12 órás naponta. Ahhoz, hogy én magammal szemben is magasak az elvárások, és emiatt nagyon, szeretek nagyon precíz lenni, és ez nyilván időbe telik. És mindig támogattak és segítettek. Mi vitte prevenciós főmunkatárs pozícióba, hiszen ez megint egy teljesen más szakterület, egy olyan megelőző tevékenységről szól, leginkább egészségfejlesztési megelőzés. Én azt hiszem, az egészségfejlesztésnél jelen pillanatban hazánkban nem igazán van fontosabb dolog. Így van, ezzel teljesen egyetértek. Erre egy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Akkor... kezdődött a betegirányítás, vagy irányított betegellátás pontosabban, és ezt a kórház egy pályázaton keresztül kezdte el megvalósítani. Néhányan dolgoztunk ebbe a munkacsoportban, és az én feladatom az volt, hogy az ebbe csatlakozó házi orvosoknak, illetve a házi orvosokkal keresztül a lakosságnak szervezek olyan programokat, szűréseket, amikkel tulajdonképpen próbáljuk az egészségesebb életmódra nevelni, illetve a szűréseken keresztül pedig kiszűrni azokat a betegségeket a lehető leghamarabb, hogy minél hosszabb legyen az egészségben eltöltött időtartam a lakosságnak. Ugye, ha végig tekintünk a pályafutásán, akkor látjuk, hogy a szakmai fejlődése páratlanul, úgy mondom, hogy nem azért egyszerű, hanem nagyon sokat tett azért, hogy ez így menjen.
és mégis jött egy váltási időszak. Fontosnak érezte, hogy kipróbálja magát, hiszen a Szent Donát Kórházban először ápolási igazgató, majd főigazgató helyettes lesz. Ez már egy olyan rang, ami ugye nem az eleve elrendelésnek köszönhető azért, hanem annak, hogy számtalan szakterületen bizonyított. 2006-ban megszületett a kislányom, és amikor ő 2,5 éves volt, akkor addigra megszűnt az irányított betegellátás a kórházban. És én pont azon gondolkoztam, hogy vajon milyen lehetőségeim lesznek a jövőben, amikor kaptam egy olyan ajánlatot, hogy a Szent Donát Kórházba ápolási igazgatónak menjek. Én ezt megpályáztam, és el is nyertem. Ez egy 250 ágyal működő, főleg kronikus ellátást végző, de járóbetegellátást, egy napos sebészetet végző kórház. És hát itt kezdtem el ápolási igazgatói pályafutásomat. És utána csúcsra járatta magát, igen, ugye, a főigazgató helyettesként. Viszont én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos időszak volt az életében, mert függetlenül attól, hogy visszatért, megtapasztalhatta azt, hogy milyen teljes egészében felülről irányítani a legfontosabbat, tehát és természetesen tegyük hozzá, hogy a betegek érdekeit nézve is. Igen, ott nagyon széles körű volt a feladatom, nem csak az ápolási igazgatóság, hanem tényleg a finanszírozástól elkezdve, hogy ott magánellátást is végeztünk a Szent Donát Kórházba, és emiatt olyan tudást szereztem, amit ugye korábban a Szent György Kórházban nem, és nyilván amikor visszajöttem 2016-ban a Szent György Kórházba, ezeket a tudás, én mindig azt mondom, hogy az, amit megtanulunk, amit tudást szerzünk, azt már soha nem veszi el tőlünk senki, és én így is élem az életemet, hogy ezeket mindig megpróbálom kamatoztatni és a legjobban kihasználni. Tehát a tapasztalatokat gyűjtött és sok-sok tudással felvértezve visszaérkezett főmunkatársként. Mi volt akkor a feladata, hiszen akkor már elindult egy olyan folyamat, ami egyébként máig tart, mert én azt néhányszor beszélgettem orvos kollégáival is, és tehát én végigkísértem a kuhár érától egészen napjainkig a kórház fejlődését, fejlesztését, és jött egy olyan időszak, ami elvezetett a máig, ha úgy tetszik. Tehát főmunkatársként mi volt az elsődleges feladata? Amikor visszajöttem, akkor leginkább finanszírozási feladataim voltak, pályázati írással kapcsolatos feladataim, stratégiai feladataim, amiben akkor az akkori főigazgatónak a munkáját segítettem. Nem szorosan az ápoláshoz kötődő feladatok voltak ehhez. Nyilván érintőlegesen kötődik, hiszen az ápolás egy nagyon nagy szerves része a kórháznak, de inkább ezek a stratégiai feladatok voltak. Igen, és 5 esztendeje pedig eljött az ön pillanata. Én azt gondolom, hogy ha valaki elkezdi a munkáját a Szent György Kórházban, és egy idő után pedig a legmagasabb rangot éri el ugyanabban a kórházban, eszméletlen sok tudással felvértezve, az megelégedhet most már, hiszen először ápolási osztályvezető lett, majd igazgatóhelyettes igazgató. Ez 2018-at írtunk, és azt hiszem, hogy ez így bizonyos értelemben kerekké tette az ön történetét, egyelőre persze. Igen, én azt gondolom, hogy talán véglegesen, hogyha rajtam múlik, én nagyon szeretem csinálni. Milyen most a kórház? Ezt buta kérdés, én nagyon jól tudom, hiszen mi mást mondanom, mint hogy jó. De mennyit kellett változni ahhoz, hogy ez egy valóban egy európai szintű egyetemi oktatókórház lehessen? Én azt gondolom, hogy a kórházban mindig is olyan vezetők voltak, akik folyamatosan a jobbító szándékot tartották szem előtt. Ugye a modern technikák azok megkönnyítik azt, hogy a legjobbakat tudjuk adni a betegeknek. Az, hogy oktató kórház, azt kiemelném, az nagyon fontos. Én amikor ápolási igazgató lettem, az egyik legfontosabb célom az volt, hogy az oktatást fejlesztem, mert én ebben látom a jövőt. Kialakítottam egy olyan szervezeti egységet, egy szakdolgozói szak és továbbképző központot, ápolási igazgató helyettesi szintre emeltem az oktatást,
mert azt látom, hogy nekünk kell tenni azért, hogy a jövő generációját oktassuk, tanítsuk, és hogy aki hozzánk jön gyakorlatra a kórházba, akkor az úgy megszeresse a kórházat, mint egyszer én, és a mi munkatársunk legyen. Tehát ez vonatkozik a doktorandusokra, vonatkozik az orvosokra, a kezdőkre, nem kezdőkre, és természetesen az ápoló személyzetre is, bármilyen szinten vannak még jelenleg. Így van. Tehát folyamatosan felfelé vezet az út. Igen, hát ugye mi nálunk a kórházban megfordulnak gyakorlaton azok a tanulók, akik nappali tagozatban, mondjuk a Bugár Technikumban dolgoznak, de nagyon nagy számban megfordulnak azok a gyakorlatos hallgatók, akik a saját dolgozóink, és képezzük tovább. Tehát én ebben az évben 160 olyan dolgozó van, akit ilyen-olyan formában beiskoláztunk, és azt gondolom, hogy ez olyan nagy szám, erre kell, hogy alapozzuk a jövőt. De a radiológiai szakasszisztens képzéstől kezdve, az ápoló képzésen keresztül, a perioperatív képzés, ami a műtőben szükséges, egész széles a spektrum, akik nálunk megfordulnak szakdolgozói képzéseken. És nyilván ebben nagyon sokat segíthet a MESZK is. Igen. Annál is inkább, hiszen 2011 óta nagyon fontos felügyelőbizottsági elnöki pozíciója okán fontos egyik oldalról érdekképviseleti szervként, másik oldalról pedig értelemszerűen, amit az imént említett, ezt is tudja segíteni ez a szakmai szervezet. Ez egy jó csapat? Én az Országos Felügyelőbizottságnak vagyok az elnöke, nyilván nem egy hálás feladat, tehát az én és a bizottságomnak a feladata az, hogy ellenőrizzük azt, hogy a kamarai pénzügyi, önkormányzati működése milyen, de azt gondolom, hogy azért is fontos az én jelenlétem itt, mert az országos elnökséghez tartozom nem közvetve, mert nem az elnökségnek a tagja, de minden egyes elnökségi ülésen ott vagyok, és a legfontosabb döntésekkel tudom támogatni, akár az én szakmai tudásommal is tudom ezeket a döntéseket támogatni, és ez azért is tartom fontosnak, mert hogy a szakdolgozókért dolgozunk minden egyes pillanatban. Ismert és elismert szakdolgozóként miként látja, milyen jövőképe van a szakdolgozóknak? Gyakorta olvassuk, hogy fogyóban vannak az ápolók, ápolónők, és azt hiszem, hogy ez ilyen értelemben fontos kérdés. Ahogy az előbb említettem, én az oktatást nagyon fontosnak tartom. Másképp nagyon nehezen tudjuk pótolni a hiányzó kollégákat. Ugye nagyon sok ápolónő elfárad 40 éves munkaviszony után, és mint a hölgyeknek lehetőségük van elmenni nyugdíjba, korkedvezményes nyugdíjba, sokszor élnek is ezzel, tehát mondhatom azt, hogy fiatalan elmennek, és nehéz az utánpótlás, de van egy olyan gárda, aki segít ebbe. Az osztályokon, minden szervezeti egységben vannak kollégák, akik a fiatalok oktatásával foglalkoznak, és én csak nagyon hálás lehetek nekik azért, hogy segítséget nyújtanak abba, hogy saját magunk próbáljuk pótolni a távozó munkaerőt. Nos, hát történjék így. Én viszont minden Székesfehérvár és minden Fejér megyei nevében egyrészt köszönöm önöknek a munkájukat, még egyszer gratulálok, azt hiszem, hogy jó helyre került ez az elismerés, és bízom abban, hogy az a fejlődés, ami elindult a Szent György Kórházban, az megállíthatatlan, és ezt megtapasztalhatjuk mi is, ha arra szorulunk. Köszönöm, hogy megtisztelt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Nyakas Eszter volt, a Szent György Egyetemi Oktatókórház ápolási igazgatója, aki nemrégiben vehette át a MESZK szakmai díját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.